meglehetősen különleges az első alkalom, amikor távinterjú készül. Utoljára, bevallom őszintén, valamikor 2008-ban készítettem ilyen interjúkat, akkor a földrész különböző pontjaim volt még a Duna Televízió esetében. A legmesszebbi pont az éppen Sydney volt Ausztráliában. Hát Sopron ehhez képest bizony meglehetősen közel van, és Andrea, te olyan 230-240 kilométerre vagy. Ilyenkor ellenőrzésként megkérdezi az ember, hogy jól hallasz. Igen, kicsit halkan, de jól hallak, igen. Szia! Készültök valamire, amiről én nem egészen pontosan tudom, hogy mi az. Elárulnád? Hát költészet napja lesz április 11-én. És most avval fogunk kedveskedni a kedves színház látogatóknak és Facebook nézőknek, hogy különböző verses és zenés műsorokat fogunk felvenni, és ezt fogjuk így virtuálisan az interneten majd így továbbítani nekik. Hát 14-én a Páholyban, ha minden igaz, akkor mindez látható lesz, nem csak az interneten, hanem a Sopron Televízió műsorán is. Ugye jól satszolom, hogy te énekelni fogsz. Igen, beletaláltál, igen. Általában azért én jobban szeretek énekelni, mint verset mondani, úgyhogy egy megzenésített verset, József Attilától a Kertész leszek című verset fogom elénekelni, és lesz két nagyon jó kis gitárosom. Ez igen, tehát egy csapattal állsz majd a kedves virtuális nézők elé. Egyébként csináltál már ilyen nézők nélküli színházat? Hát ugye most volt egy nagy projektünk, a Valahol Európában című musicalből a Zene az kell című számot. Mindenki otthon felénekelte telefonjára, és Szabó Laci kollégánk, aki különböző darabokban, így kórusban szokott így játszani, ő pedig ezt összevágta, mert ő ebben nagyon profi, és azt hiszem 50 főt rakott így össze, ez is már látható egyébként a színháznak a honlapján. Egy ismerős hangod megmarad, más hiszed, hogy véve vagy, a dal egy biztos hely. Úgyhogy ezt csináltuk, és most a napokban felmondtam egy mesét, felkértek, hogy a koraszülött egyesületnek mondjunk fel meséket, ilyen 4 és 10 éves korosztály számára, úgyhogy felolvastam egy magyar népmesét, és ezt is majd fogják közvetíteni. Csak ez is be van ütemezve, tehát még nem tudom, hogy mikor fog ez az interneten felkerülni. Tudod, rettentő érdekes, hogy én ugye vagy fél évszázadon keresztül beszéltem az egyszerű kamerának, ami mögött nem tudtam, hogy van-e néző, vagy nincs, még ha élőben ment is, hát aztán kiderült, hogy milliók nézték, szerencsére, de nektek még nehezebb a dolgotok, hiszen ti nem egy egyszerű kamerának szoktatok beszélni, énekelni, egy darabot eljátszani, hanem nézőknek játszátok ott, és azonnal érzitek a visszacsatolást. Milyen érzés ez, hogy most itt ugye van egy képzeletbeli néző, hogy ott van vagy nincs, ezt ugye nem lehet tudni, de nektek, neked
hát, hogy ne mondjam, pontosan olyan elánnal, beleéléssel kell énekelni, verset mondani, vagy felolvasni a gyerekeknek. Nekem ez nem furcsa egyébként, mert pont azért, mert tudom, hogy ezt majd látni fogják, ezért ugyanolyan elánnal mondom a verset, vagy énekelek, és igazából itt meg a lájkok azok, amikkel szembesülünk, hogy mennyien nézték meg. Úgyhogy ez úgymond a mostani modern taps, az a like, meg a megosztás. Tényleg, ebben belegondolok, ez tényleg így van, amikor most nemrég megnéztem egy internetes közvetítésben Szarka Gyuszi koncertjét, akkor a képmező egy részén szívek, lájkok úsztak fölfelé egyre nagyobb mennyiségben, tehát való igaz, folyamatos a taps, ami ebben az esetben az előadást nem zavarja, az furcsa lenne, ha a színházban egy monológ közben a nézők ütemesen tapsolnának, vagy lájkokat küldenének. Igen. Mondd egyébként, az életed hány százalékban változott meg azóta, mióta ez a védekezési rendszer, kopogjuk le, szerintem egészen jól működik? Én nem érzem, hogy annyira megváltozott volna. Ugyanúgy igazából dolgozunk, csak online. Otthon is nagyon sokat dolgozom, tudok gyakorolni, különböző repertoáromat ugyanúgy tudom bővíteni. Kicsi mozgás van, igaz most a szabadtérben, mert a konditermek azok bezártak, de ugyanúgy biciklizni eljárok. Annyi, hogy ritkábban megyek a szüleimhez meglátogatni őket, ugye, mert ők is ugye 65 fölött vannak. Nem akarok vírust vinni hozzájuk, de igazából én teljesen le tudom magam foglalni, én nem unatkozom, nem logok egész nap a közösségi médiákon, és nekem ez teljesen jó. Tehát akkor gyakorlatilag az életmódod nem generálisan változott meg. A sportot egyébként azt csak biciklizéssel, vagy milyen módon pótolod, mert hát nálad a mozgás a lételem. Hát most csak a biciklizés, hogyha egy kicsit majd jobb lesz az idő, akkor majd kimegyek futni is, csak azért az egy kicsit a tüdőnek már jobban megterhelő. Hát az otthoni tornázást azt most így próbálom leredukálni, mert picike a lakásom, és ez annyira így nem jön be, de várom a jó időt, és akkor remélhetőleg több időm lesz a mozgásra. Láttam annak idején, néhány képet mutattál, amikor rútáncoltál is. Ez egy, hogy mondjam, ez elárulható? Persze. Ez egy nagyon kemény sportág. És erre büszke vagyok, hogy ennyi idősen még meg tudok csinálni bizonyos elemeket, amihez igazából komoly szertornász múlt kell. Igen, hát ugye, ha majd elő tudom bányászni az archívumból azt a felvételt, amikor a tornacsarnokban számomra egészen megdöbbentő torna mutatványokat mutattál annak idején, ez jó néhány évvel ezelőtt volt, meg tudnád még ugyanezt csinálni? Egyszer mindenképpen. Igen, hát a sorozat mindig sokkal nehezebb. No, akkor én azt hiszem, hogy békén hagyhatlak, hiszen nem sokára majd jön az a felvétel, amit a nézők interneten láthatnak. Úgyhogy jó szerencsét tartom az ujjamat, hogy sikeretek legyenek, és méltóképpen ünnepeljük majd ezekkel a versekkel és dalokkal a költészet napját. Szervusz, Andi. Köszönöm szépen, és sok lájkot! Szia! Hát, hölgyeim és uraim, újabb távkapcsolásos vendégem van. Szervusz, Gergő, szerencsére látlak is úgy félig meddig. Te is látsz engem? Teljes mértékben látlak, és nagyon örülök, hogy látlak, olyan régen láttalak már. Hát igen, ez a karanténszerű dolog, amikor az ember nem utazhat, hát ez nem igazán teszi egyszerűvé a személyes kapcsolatokat, de hát Istenem, majd csak lecseng ez a dolog. És mondd, Gergő, te mivel készülsz a költészet napi összeállításra? Hát én készültem egy verssel, amit lenyúltak a kollégák, amint ideértem, közölték, hogy a Kertész leszek című József Attilát az dalban elő fogják adni, de hála a Jóistennek, gyorsan előkaptam a kalapból, szintén József Attilától a Tiszta szívvelt, valamint Ady Endrétől az Őrizem a szemedet című örökbecsű verset, úgyhogy ezt a kettőt szeretném majd belemondani a kamerába, és a kamerán keresztül a nézőknek. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom, hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök, elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek. S halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. Hát ez tényleg gyönyörű választás. Dicsérhetlek szembe? Miután te a saját kamerádba nézel, ami nem egyenlő a webkamerával, ha így menni fog, akkor parancsolj. Na, akkor most belenézek a webkamerába, hogy tényleg hiteles legyen a történet, aztán vissza a másikba. Meghallgattam, megnéztem azt a kis, nem is éppen nagyon rövid felolvasást, amit eszközöltél volt az interneten. Hát igazándiból csodájára jártam, vagy néztem, mert hogy egyetlen jelentős baki nélkül ennyi szöveget fel tudtál olvasni értelmezhetően, élvezhetően, az egy különleges teljesítmény volt, legalábbis a szerény véleményem szerint. Hogy csináltad ezt? Te 20-szor elolvastad és aztán ment, vagy pedig annyira rutinos vagy, hogy két sorral mindig előrébb jársz, ezért nincs baki. Kettő között van az igazság, ugyanis egyrészt egyszer elolvastam előtte mindig az adott szakaszt, amit felolvastam. Másrészt hát én ugye dolgoztam a Magyar Rádiónál, ahol hírolvasó bemondó is voltam, tehát azért így a blattkészségem az viszonylag nagy. De hozzáteszem, hogy az első részt láttad, amikor ez a beszélgetés készül, akkor került fel a második rész, ugyanis ez egy sorozat és Radnóti Miklós naplójáról beszélgetünk. Elég hosszú, 280 oldal ez a napló. Egyelőre úgy tervezem, hogy napi vagy két napi internetes közzététel lesz majd. Körülbelül este 9 környékén próbálom felrakni az újabb részeket. Nyilván ez attól függ, hogy mennyi egyéb elfoglaltságom van, mert azért mostanában hiába van karantén, hiába van kijárási korlátozás, rengeteg dolgom van. Azt szoktam mondani, hogy kicsit többet dolgozom, mint békeidőben. Ennek az egyik oka az az, hogy a Városi Televízióban készítjük a Suli TV-t a kiselsősöknek, és ez szerdánként egy teljes délelőttöt igénybe vesz. Ezen kívül nyilván a színház oldalára is gyártjuk az online tartalmakat. Ezen kívül, miután szakszervezeti vezető vagyok, és a most elfogadott rendelet az előírja a munkáltatók és a munkavállalók közötti szoros kapcsolattartást, így gyakorlatilag igazgató úrral szájmaszkkal a fejünkön egymást nézzük napi 8 órában, úgyhogy ami belefér az időben, azt megpróbálom megcsinálni. Akkor most már nem csak azt mondhatom, hogy művész úr, hanem tanár úr szintén? Hát az azért nem mondanám magad tanárnak, ez a Suli TV, ez van egy tanítónéni. Ő leadja az anyagot, egy matek órát, aztán egy, hát magyar órának hívják, de inkább ilyen összefoglaló humán óra ez, mindenféle humán tantárgyban, és utána mi jövünk a harmadik órában, ami ilyen művészeti óra, tehát dalokat éneklünk, verseket mondunk, mindig a hét tematikájának megfelelően, tehát nem az irodalom órához kapcsolódunk, hanem minden hétnek van egy tematikája, és ennek keretében mondunk verseket, éneklünk dalokat. Először a macik voltak, aztán jön a tavasz, meg a húsvét, és most majd a tavaszi szünet van, amikor éppen a nézők nézik ezt a műsort, úgyhogy most ezen a héten kicsit kimaradtunk. Mikor a mackó álmodik. Gyere, mackó, bújj csak mellém. Elcsendesült már a ház. Elég volt a dörmögésből, kezdődhet a durmolás. A körtefe lombja mélyén fütyörésznek a rigók. Útra kelünk, így lehetünk, bátor álomutazók. Elindulunk és követjük a hold aranysugarát, bezárjuk a nagyvilágot, szállunk tengereken át. Mennyi kedves medve vár ránk, szürke, barna is,
fehér. Grönlandon és Alaszkában sok barátod éldegél. Igaz, hűvös ez a tájék. Már vacog is a fogad. Repüljünk hát haza, mert az otthon képe csalogat. Itt a jó meleg szobában, puha ágyban jó nekünk. Összebújva szundikálunk, míg csak föl nem ébredünk. Tudod, ez rettentő érdekes, mert amikor én a 60-as évek legvégén a Magyar Televízióhoz kerültem, és aztán utána még jó 10 éven, sőt 20 éven keresztül az iskola tévé az egy hatalmas műfajján nőtte ki magát. Igen népszerű volt, és használták is az oktatásban. Én bevallom őszintén, nem gondoltam volna, hogy ennek reneszánsza lesz. Mond egyébként, nagyon sokan igazándiból örök félelemben élnek, és állandóan attól rettegnek, hogy mikor kapják meg ezt a vírust. Én úgy ismerlek téged, hogy te nem vagy egy hisztérikus alkat. Nem vagyok hisztérikus alkat, rendkívüli módon hipohonder vagyok, ezt előrevetítem. Ugyanakkor ettől a vírustól annyira nem félek. Egyrészt nem, semmiféle szakvéleményem nincs, de szerintem én már ezen túlestem március elején, amikor is az utazás kiállításon voltunk, és hát ott mindenféle nációból jöttek már akkor az emberek tömegével, tehát bármi előfordulhat. Másrészt azt gondolom, hogy nekünk, akik ezzel azzal foglalkozunk, hogy emberek, szórakoztatunk, vagy embereknek megpróbáljuk az életét jobbá tenni. Nem szabad félelmet mutatnunk, mert akkor nem ér semmit a munkánk. Igen, azt hiszem, hogy 100%-ig igazad van, és hogyha most belegondolok a napi rendedbe, az általad is fontosnak tartott dolgok precíz beosztásában, akkor nincs más hátra, mint azt mondanom, hogy köszönöm szépen, Gergő, aztán nézem majd azt, amit most fölvesztek a költészet napi alkalmával, meg lelkes hallgatód leszek, sőt, mi több, ha privatizáljak egy kicsit, a mai nap, vagy legkésőbb a holnapi napon első regényen megjelenik a Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárában, a MEC-ben, úgyhogy lehet, hogy majd megkérlek, hogy egy rövid részt, már csak, hogy népszerűbb legyen a dolog, olvassál fel. A számlatömböm nálam van. Köszönöm, szevasz, Gergő! Nem tehettek ilyen kocskos gazemberek! De ezt alá kellett volna írnom valami papírt! Ezt mondja a törvény! Senki nem vághatja le csak úgy egy ember karját! Hogy tudok majd itt dolgozni? Ez persze eszükbe sem jut. Még egy alak lyukkal a karjában, nosza, vágjuk le, mit szólt a fiú? Persze, vágjuk le! Ágyban fekszik, úgy se szólhat bele. Így járni, kiverültek vagyunk, itt ez a rohadt háború. Vágjuk le, essünk túl rajta! Egyébként bemondom neked őszintén, hogy nem csak a Johnny háborújával kapcsolatban, hanem más darabokban nyújtott teljesítményed során is eszembe jutott, hogy micsoda memóriátok van nektek színészeknek, mert reggel játszotok egy darabot, aztán délben esetleg valami iskolai jellegű előadás van, azt is fejből csináljátok, és aztán utána például nekiálltál annak a 75 percnek, amit a Johnny háborúja jelentett, és minden további nélkül előjött a szöveg pont úgy, ahogy én azt megszoktam. Ez mi? Van ennek titka? Minden a gyerekkori saknak köszönhető. De viccet félretéve, egyébként, hogy mondjam, kicsit olyan készség ez a szövegtanulás, a memorizálás, ami legalábbis nálam fejleszthető, és gyakorlással az ember azt hiszem, hogy a szövegtanulási képességét is fejleszteni tudja, és karban tudja tartani. Ez annyit jelent például, hogy bár sejtem, hogy nem vadonatúj verset választottál ma. Mi lesz egyébként a vers? Csak úgy közbe kérdezem. Jó kérdés, ez egy meglepetés lesz a nézőknek is. Még vacilálok, hogy egy Juhász Gyula verset mondjak, vagy József Attila a Dunánál című versét. Ezek persze ugye megvannak a fejedben nyilván. Elárulhatod-e, ha én például azt mondom neked, hogy Petőfi Sándor, ha férfi vagy, légy férfi, ez kedvenc versem volt, meg kell mondjam, 8. általános iskolában,
igen erős hangon, hát hogy mindenki hallja, elszavaltam, és annyira büszke voltam magamra, hogy meg tudtam jegyezni végig a szöveget. Egy ilyen vers mennyi idő alatt megy be úgy a tudatodba, hogy az így előjöjjön? Jó, jó kérdés. Én szerintem nagyon sok múlik azon, hogy érzelmileg mennyire kötődsz az adott szöveghez, az adott anyaghoz. Hogyha érdekel téged az a mű, amivel foglalkozol, akkor azt hiszem, hogy a szövegtanulás is gyorsabb. Míg például, ha egy rövidke anyagról van szó, egy rövidke monológról, egy rövidke szövegről, amihez viszont nincsen közöd, akkor arra ugyanannyi időt használhatsz el, mint egy másfajta szövegre. Igen, teljes mértékben egyetértek veled, mert most, ahogy belegondolok, hogy az ember 8. általános iskolás korában, hogy mondjam, úgy elkezdi érezni, hogy férfi. Így jutottam a férfi vagy légy férfi, és ne hitvány gyönge báb, stb. Hez, vagyis tényleg érzelmileg tökéletesen megérintett ez az egész dolog. Egy éles váltás, Tamás, ha nem csalnak a híreim, akkor éppen még az egyéb elfoglaltságaid mellett még költözöl is. Igen. Fehérvárra tesszük át a székhelyünket, oda költözünk a családdal. Döntésünk oka pedig az volt, hogy Benedek óvodába megy, és neki úgyis lesz ez egy erős váltása, úgyhogy akkor egyszerre megtettük ezt a váltást is, és ott van nagyszülői segítség. És ott vettünk lakást Fehérváron, úgyhogy tulajdonképpen a családi székhelyünk az ott lesz, viszont az a jó hírem van, hogy ettől függetlenül az én soproni színházi létezésem az nem szűnik meg, hanem számos előadásban láthatnak majd a nézők a következő évadban is. Például a Szókratész védőbeszédében, vagy lesz egy Shakespeare estem, vagy például a padlásban a törpét, a lámpást fogom játszani. Igen, az egy nagyszerű szerep a lámpás a padlásban, erről majd kedves nézőknek mondom csak, még bőven beszámolunk majd, hiszen remélhetőleg nyáron azért hozzáláthattok ehhez a darabhoz is. Két gyermekes családapaként, Tamás, és a kicsikédő még igencsak aprócska. Milyen elővigyázatok, milyen óvatossági intézkedéseket hozol ahhoz, hogy velük légy, nehogy oda vigyél valamilyen fertőzést, szóval úgy szeressétek egymást, ahogy egy család szeretheti, nem virtuálisan, hanem szorosan. Nehéz most ez a helyzet. Persze, tehát amit lehet, azt megteszünk. A szabadban szoktunk egyébként a gyerekekkel sétálni, lehetőleg úgy, hogy ugye nem találkozunk senkivel, és ha tehetjük, akkor otthon maradunk. És az is egy nagyon nehéz helyzet, hogy mindkét gyermekünk még nagyon-nagyon pici, és nehéz nekik megmagyarázni, hogy pontosan mi is ez a helyzet, és azt az utat választottuk, hogy nem is próbáljuk ezt úgy, hogy mondjam, nagyon tudományosan leírni, hanem azt az utat választjuk, hogy ha már otthon vagyunk, akkor a lehető legtöbb időt eltölteni velük. Nagyon sokat játszunk, nagyon sokat olvasunk, bolondozunk, és megpróbáljuk nekik is vidámmá, boldoggá tenni ezt az otthon létet. Amit most ugye a kényszer szül. Ez ismét nagyon nem csak témába vágó, hanem a lelkembe vágó is, amit mondasz, mert ugye van egy másfél évnél valamivel kicsit idősebb kislány unokám végre, és ő neki én naponta, ha lehet, nem énekelek, mert elég fals lenne, hanem olvasok, vagy beszélgetek vele. Ő még nem tud válaszolni, csak a saját nyelvén, de érdekes módon a mondókákat, a magyar mondókákra igen erősen vevő, és érzi a beszéd ritmusát, és azt ő a kezével, olykor tapssal visszajelzi, hogy értem én ezt a történetet. Általában is hiszel abban, nem, hogy a gyerekekkel a beszéd kapcsolat az hallatlanul fontos a jövőjük szempontjából. Abszolút. És hozzád kapcsolódva, hogy nem csak az számít, hogy az ember milyen tartalmat közöl,
hogyha beszél a gyermekéhez, hanem az nagyon, nagyon fontos, hogy hogyan teszi, és ugye a szövegnek dallama van, hova tovább mágiája van, úgyhogy egy kis versikével, mondókával, mesével sokkal több mindent meg lehet tanítani a gyermekünknek, semmint gondolnánk. Nekem ez a véleményem. Izgalmas. Vajon, amikor a gyerekednek mesélsz, adott esetben például egy verset elmondasz, akkor te a versmondó színész vagy, vagy pedig nem, te az apa vagy, aki apai módon közvetíti ugyanazt a tartalmat, tudattartalmat, amit a nézők előtt a színész megtesz. Jó kérdés. Elsősorban azt hiszem, hogy apa vagyok, de ugyanakkor meg nem tudom feledni a hivatásomat, és egy kicsit én is lubickolok, hogyha ugye állatos mese van, akkor belebújok egy kicsit az állatoknak a hangjába, úgyhogy hát megpróbálok azért sokat játszani ilyen szempontból is a gyerekekkel. Oké, hát azt már meg se kérdezem, hogy telik egy napod, mert én gondolom, hogy rendelsz hajnaltól késő estig. Igen, meg tehát hogy mondom, tehát a gyerekekkel töltünk el nagyon sok időt, ugyanakkor meg szoktatási időbeszéde, Shakespeare szövegek tanulása, és ami most az új nagy szerelmem lett, az Dante isteni színjátéka, ami hát egy nagyon nehéz mű, de megpróbálom feltörni ezt a művet, és megnézegetem, hogy lehet-e ezzel valamit színpadon kezdeni. Hát az biztos, hogy te a kihívások elől nem menekülsz el. Most is így van. Tamás, szia! Van itt elég baj, bú, gond, cédagasság. Van itt elég gyom és rom, dög, szemét. A kultúránk, mi egyedül maradt rád vigasztalásul, koldus nemzedék. Csákányt az ős hazugság falára, de az örök szépség legyen tabu. Az érckolosszus is ledől hiába, de Hamlet él, míg él a mélabú. Költő vagyok, s magyar. Nem érdemez, de szent kötelesség és szent fájdalom. S hívő reménnyel, küzdve, énekelve. Bal sorsomat örömmel vállal.